Jó napot kívánok mindenkit, tisztelettel köszöntök, igen tisztelt képviselőtársaim, tisztelendő urak, tisztelt polgármester kollégák, kedves vendégek, a menedzsment, az igazgatóság részéről, a felügyelőbizottság részéről, és elsősorban természetesen a bortisztelő és borszerető közönséget köszöntöm a magyar kormány nevében, annak a kormánynak a nevében, amely a választók bizalmában ebben a választási ciklusban a Tokaj Kereskedőház mögött álló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő tulajdonosi jogait gyakorolja, mint a tulajdonos képviselője, a miniszterelnök úr megbízásából ért az a megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és elnézést kérek az időjárás miatti késésemért. Azt reméltem, hogy a házigazdák és a magyar állam képviselői föltalálják magukat, és nem engedik, hogy kiszáradjon a vendégek torka. Az, hogy engem nem kínáltak még meg, és ezért alig tudom elmondani a beszédemet, ez természetesen a jövőbeli beruházások döntéshozatali mechanizmusát jelentős mértékben fogja nehezíteni. De ennél sokkal nagyobb baj, hogy házigazdaként úgy látom, hogy nem álltak helyt, és itt a vendégek egy része is az esőben áll, ezért igyekszem nagyon rövidre fogni a mondandómat. De mégiscsak kell beszéljek a szőlészet és borászat helyzetéről, ráadásul a miniszterelnök úr is szükségesnek tartotta, hogy néhány a kormányzati tervekkel kapcsolatos döntést, döntési helyzetet és időpontot ismertessek önökkel. Tekintettel arra, hogy mégis egy borissza nemzet képviselőjeként állhatunk itt mindannyian, és egy borissza környék hát, polgárait köszönhetjük itt a Tokaj Kereskedőház mostani beruházása kapcsán. Először is szeretném azzal vigasztalni az időjárás miatt elkeseredetteket, és akik az elmúlt években már majdnem feladták a reményt, hogy Tokajban a dolgok más irányba is fordulhatnak, hogy szimbolikus jelentősége van mindannak, hogy az elmúlt két esztendőben nagyon sok vita, nagyon sok egyeztetés, és jó néhány órányi vagy 10 órányi beszélgetés után először az országgyűlés, majd a kormány is rászánta magát, hogy a 22 borvidék közül Tokaj hegyalját és a tokaji borvidéket kiemelten kezelje, ehhez törvényi eszközöket és természetesen a jogalkotáson túl pénzbeli eszközöket rendeljen. Azért van szimbolikus jelentősége, mert azt hiszem, hogy minden borvidéknek a sorsát szimbolizálja Tokaj hegyaljának a sorsa. A tokaji márka, a tokaji bor minősége és megítélése érdemben befolyásolja minden magyar bornak a sorsát és megítélését, nem csak a határokon belül, hanem a határokon kívül is. Ezért azt gondolom, nyugodtan mondhatom, hogy Magyarország számára és a mostani kormány számára mindaz, ami a borászatban és a borászati ágazatban történik, vagy a borral kapcsolatban történik, a nemzeti kincs sorskérdései közé tartozik, hiszen magát a bort, a lehetőséget, ezt a kultúrát, ezt a vidéket és minden borvidéket a nemzeti kincs részének tekintjük. Próbáljuk ezt a nemzeti kincset a nemzeti vagyonkezelés jegyében jó kezekbe adni. A Tokaj Kereskedőház emblémája előtt állva úgy gondolom, hogy sokan most mosolyogni fognak, amikor arról beszélek, hogy megpróbáljuk bebizonyítani, hogy a magyar állam lehet jó gazdája a Tokaj Kereskedőháznak. Tekintettel arra, hogy az elmúlt 23 évben ez a mondat és ez a próba, hogy a magyar állam jó gazda módjára, a jó gazda gondossága mellett kezelje ezt a rábízott különleges kincset, a nemzeti vagyont és a nemzeti kincset, ez sokszor sérült és jelentős változásokon, hullámhegyeken és hullámvölgyeken esett át. Sajnos még nem tudtunk a minőségi borászatra rátérni a kommunista borkombinát rendszere után. A Tokaj Kereskedőház még nem tudja azt a minőséget produkálni, amely szimbolikus jelentőségű lehetne az egész borvidék szempontjából. Ez volt a kormány nagy dilemmája 3 éven keresztül, hiszen a szőlő és a bor ezen a vidéken, mint minden magyar vidéken, ahol a szőlészetnek hagyománya van, társadalmi és szociális kérdés is, nem csak minőségi kérdés. Megpróbáljuk most a Tokaj Kereskedőház átalakításával, új vezető kiválasztásával, a felügyelőbizottság számára új mandátum megadásával részben bebizonyítani, hogy a mostani magyar kormány jó gazdája a nemzeti vagyonnak, megpróbálja azt megőrizni és gyarapítani, részben pedig megpróbáljuk tanúság elét adni annak, hogy a társadalom és a környezet fölzárkózási igényei, a boldogulás igénye nem összeegyeztethetetlen a minőség igényével. Komoly rendszerváltozáson kell átesni a Tokaj Kereskedőháznak, ezért váltottuk le a korábbi felügyelőbizottságot. Bíztunk meg olyan embereket, akiktől azt várjuk, hogy változtassák meg ezt a gazdasági társaságot, legyen valóban minőségi integrátor, próbálja összeszervezni a borvidéket, és maga is minőséget termeljen, és minőséget tegyen az asztalra. Ne lefelé húzza a Tokaj Kereskedőház, a tokaji borvidék borászatba investáló, kiváló polgárait,
az ő lehetőségeiket ne csökkentse, hanem járuljon hozzá pozitív értelemben. Az elmúlt 23 esztendőben ez a folyamat nem ilyen irányba haladt és nem így zajlott. Próbálták azt sokan bebizonyítani, hogy az állam nem lehet jó gazdája a rábízott vagyonnak, mi most az ellenkező dologgal próbálkozunk. Ennek jegyében nem csak ennél a cégnél próbálunk változásokat elérni, és a mostani alapkőletétel és a hozzárendelt 1,5 milliárd forintos fejlesztés az első állomása ennek a munkának, hanem november 30-áig fogja a kormány a miniszterelnök úr döntése alapján megtárgyalni azt a Tokaj programot, amely két részből fog állni. Át kell tekintenie a kormánynak november 30-áig, és érdemi döntéseket kell hoznia a borászat további támogatásának lehetőségeiről, törvényi föltételeiről. Itt a felügyelőbizottságnak, a cégnek feladata és kötelessége, hogy integrálja azokat a borászokat, akik az elmúlt 23 évben ide investáltak, itt vannak szereplői az itteni borkultúrának, a borvilágnak. És ezen kívül a másik feladata a kormánynak, hogy november 30-áig elfogadjon egy Tokaj világörökség programot annak a 27 önkormányzatnak, akiknek lehetőséget szeretnénk biztosítani, hogy a települési önkormányzat infrastruktúrája, az életminőséget biztosító szolgáltatások az elkövetkező időszakban fejlődjenek. Tehát két dolgot kell a kormánynak egyszerre megoldania. Folytatnia kell a borvidéken, a szőlészet kapcsán, borászat kapcsán megkezdett átalakításokat, további jogszabályi törvényi korrekciókkal, amennyiben szükséges, további pénzügyi investíciókkal, további támogatásokkal, és a kereskedelmi lehetőségek újraszabályozásával, amiben a kormány megkérdőjelezhetetlenül elkötelezett, az a minőség. Nem kívánunk a minőségi szempontokból engedni. Az a célunk, hogy Tokaj és a Tokajvidék valóban világszínvonalú bort tudjon az asztalra tenni, valóban prémium kategória és prémium minőség legyen, legyen akár egy kistermelő, vagy legyen egy nagy borászat ebben a rendszerben. Másrészt pedig az itt élők számára életlehetőséget szeretnénk biztosítani. Tokaj vidékén nagyon sokan élnek nagyon nehéz körülmények között, nagyon sok a szegény polgártársunk és honfitársunk, ezért a települési önkormányzatokon keresztül az ő életminőségük javításához, a települési infrastruktúra megváltoztatásával szeretnénk hozzájárulni. Azt remélem, hogy Tokaj és a reneszánsz fogalma összekapcsolódik a 21. században is, reneszánsza lesz újra a tokaji bornak, amely az aszútól egészen a kiváló minőségű száraz fehérborig terjed, és amely a magyar nemzeti kultúrának része, és nem csak azt gondoljuk, hogy világhírűek vagyunk itthon, és nem csak elhitetjük magunkkal azt, hogy valóban világhírű és világminőségű bort teszünk az asztalra, hanem képesek leszünk ezt teljesíteni is. Jó néhány példa áll előttünk a nemzetközi világból, akár az európai közösségből is, hogy hogyan lehet revitalizálni, újraéleszteni, föléleszteni egy régi kultúrát, és hogyan lehet világmárkát és világminőséget képviselni. A kormány, ha tetszik 23 év után, ha tetszik 3 év után, elszánta magát, átrendezte a jogi környezetet, biztosítani fogja a forrásokat, és ennek a cégnek az életében biztosítani fogja természetesen a személyi föltételeket is. Ha tudnám, hogy méltányos a sajtó velem, ami ugye kizárt, akkor mondanék egy mondatot, ami ebben a körben értelmezhető lesz, hogy a nagyságért mit kell tenni. Mégis elmondom, mert nem bírom ki, tehát ilyen fajta vagyok. Mi magyarok szeretünk azzal kérkedni magunk előtt, hogy a borunk világhírű és világminőségű. Ez körülbelül úgy van, mint szeretünk azzal kérkedni, hogy mi Puskás népe és a 6-3 országa vagyunk. Ezekben a hetekben és ezekben a napokban nem kell mondanom, hogy manapság a 8-1 országa vagyunk, és a borvilágban is, ha nem is ilyen volumenű különbségek, ha nem is visító különbségek, de nagyon komoly nehézségekkel kell szembenéznünk. Ez azt bizonyítja mindannyiunk számára, hogy egy országnak a nagyságát, egy nemzetnek a nagyságát, egy bornak a nagyságát azt nem adják ingyen. Nem születéssel adják, nem természettel adják, hanem munkával adják. Munkával lehet kiérdemelni. Ehhez a munkához, az előttünk álló nagyon kemény munkához várunk szövetségeseket. Kínáljuk ezt a munkát és ezt a munka lehetőségét. Tesszük ezt azért, mert elkötelezettek vagyunk a magyar bor iránt, Tokaj iránt. Mondhatom azt, hogy ha nem is a régi kommunista iszákos értelemben, de mégis egy borívó kormánnyal van dolga a jelenlévőknek, és bízunk abban, hogy ezzel lehetőséget, életet, minőséget és egy nagy nemzet életéhez és működéséhez járulunk hozzá és teremtjük meg. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kezdjük. Bekerülnek a mai napilapok, bekerül a beruházás dokumentációja,
és természetesen a Tokaj Kereskedőházban jelenleg dolgozó kollégáknak a névsora is. Illetve bekerül egy feszület, amelyet, hogyha elhelyeztünk az urnában, akkor bezárjuk. És hát bár az időjárás nincs velünk, ezt nyugodtan mondhatom, de ide néhány méterre átvisszük az urnát, és megkezdődik az alapkőletétel.